És megérkeztek a jó srácok is. Megyünk a fodrászatba, a feketébe üljetek be, mert azzal megyünk. Igen, kattints be a srácokat. Lehet, hogy a nagy kocsival kell menjünk, mert nem férünk el benne. A jó srác, ugye, ígértem az Ákosnak egy mind booster. Azt mondja, jó srác. Nem, a jó srácok, tudod, ismeritek a filmet? Igen, néztük. Tudod, a Szelid, a kedves, a jó kép és a minden lébe kanála, szerintem te vagy az utolsó. Ezt az Ákosnak vigyük el, mert szeretném, hogyha nagyon profi módon megcsinálnám hajunkat. Okay. A brigád! A brigád! Ez a brigád! Nem, milyen brigád? Tisztelettel! A jó srácok mit csinálnak itten? Ki vannak terülve? Trambázni akarnak. Trambázni akarnak, de? Úristen basszus, mi történt veletek? A reggeli kevés. Nem vagytok szomjasok? Jól el vagytok, pedig hozta volna szopi poharat is nektek. Az innivalóhoz. Vakáció, hallod, elég mozgalmas, főleg a barnus résztor, ahogy elnézem. Az olyan, mintha kiesett volna a repülőből, vagy nem tudom, tehát úgy néz ki. Zuhanó esés gyakorlok. Óriási. Mindent beleugorjak most egybe a medencébe? Hát szerintem ne. Zuhan az jelenti, hogy északi ember. Igen, egész őszinte leszek. Nálad fázósabb ember soha nem láttam még életemben. Neked mit fázós? Úgy beleugrok, vigyázz innen. Jaj, szerintem ne ugorj bele, mert nagyon hideg a víz. Figyelj, te tuti le fogsz fagyni, öreg. Ez olyan hideg. És a lendület elfogyott a fiúnál! Isten! Megcsináltam! Hogy jó! Amúgy tök jó, csak a hajamat szétcseszem. Hallod, fia, de tényleg ebben a jéghideg vízbe beleugortál? Mi? Csináld ezt még? Én csináld ezt még, mit képzelsz? Amúgy elsőnek beleugrottam, nem volt hideg. Csak most megfagytál konkrétan. Nem fázok, inkább melegen van, nem tudom. Itt így melegen van végig. Édes jó Istenem, drága fiam. Puszok benne egy kört. Ába vicsi, baba! Az édes fiam, azért ez kemény volt. Igen, annyit esett már az eső, meg annyit havazott, hogy rendesen ez a borús idő már jónak tűnik. Anya, nem? Örülni fog. Anya! Beleestem a medencébe. Véletlen volt. Hallod, ha ilyen jó benne a víz, akkor mi menekülsz, tesó? Ki meleg van, ott benne nincs. Olyan jó egy kicsit semmit tenni, nem kell rohanni egyből a géphez minden reggel. Kicsit azt csinálni, amit akarsz, feltöltődni, nem? Igen, nagyon jó, meg minden most nyári szünet van, jó idő, stb. Csak hát ezt is meg lehet unni. Hát nyilván, de miért? Miért? Te mit csinálsz a délután például? Hát szerintem áthívom a barátaimat, meg ilyesmi, meg rendezek egy ilyen házból. Előkapom a sütőt, nálok pár kaját, meg ilyesmi, medencézünk, fotizunk. Jó, de hogyha te áthívod a barátaidat, akkor én is áthívok egy-két barátaimat. Nem áll ahhoz, most én találtam. De nem érdekelsz, most én is át fogok hívni két barátaimat. De miért? Egyszer kitalálok, te ilyen volt a kiskorodban és most is. Kitalálok valamit, és egyből elkezdesz utánozni. Hát igen, mert most végül is tök jó egy ilyen kis parti. Hát jó, van most úgyis mindegy, most hogy 6 embernek csinálok kaját, vagy 7. És kiket hívsz át egyáltalán? Vikit meg a Vikit.
Én is szerintem a Krisztiánt meg a Mátét, mert úgyis olyan rég találkoztunk velük, meg mindent. Tudod. Bekapcsoljuk a lámpákat, tudod, a medencébe szép, mindig változtatja a színét. Apának már szóltál? Igen, apával is megbeszéltük, meg ilyesmit. Megengedte, csak azt mondta, tudod, hogy ő most nem akarja annyira ezt a nagy zenét itt hallgatni, szóval ne legyünk annyira ricsajosak, meg ilyesmi, de megengedte, persze, hogy átjöjjenek. Meg már beszéltem is vele, hogy egyik nap így átjöjjenek a fiúk, meg ilyesmi. Jó, de hát akkor ne itt feküdjünk, hát akkor készítsük ki a sütőt, a focipályát csináljuk meg. Hát akkor ezt meg is beszéltük. Oké, okay, Lauka. Hoppá, Kriszti! Persze! 1-0, Lauka. Jó van már. Csáncső! Na, Viki megjött. Fúj oda! Itt látszátok, fiúk, elég készítettem mindent, amúgy is tök jó, hogy átjöttetek, kitögetek nektek egyet, itt kikészítettem, itt fogunk kajálni egyet, mint látjátok, a medence szép tiszta. Van egy olyan ötletem, képzeljétek, hogy tudjátok, a buli az olyan, hogyha nem röhögünk egy nagyot, akkor nem olyan, ezért meg kéne prankelni valahogy a lányokat. Oké, tudom, ti ilyen kicsit ilyen sterilek vagytok, vagy ilyesmit, ti nem szeretitek annyira a prankeket, meg ilyesmit. Valamit rakjunk bele a vízbe, amikor fürdünk. Na baj, hogy mondjuk a gyík, a béka az így megdöblene, vagy nem tudom, mert ugye klóros a víz. És mi lenne az a nagy dinnye? És mit csinálunk a dinnye? Az erkéről legurítjuk. A vízbe? Igen. Úgyhogy benne vannak? Talán. Amúgy jó, ez tényleg, ez jó. Én egy csomószor prankenem a testemet, ilyen még nekem se jutott eszembe. Az a baj, hogy mindjárt kijönnek a lehújék, szóval szerintem vigyük el. Aj, de hogy fogjam én így? Gyorsan, gyorsan, mert mindig eljönnek. Fiúk már biztos itt medencéznek. Nem is hallok semmit. Én sem. Szerintem nincsenek kint. Szerintem fönnkockulnak. És igazad van. De legalább miénk a medence. Jó, és nem látnak, hogy mi táncolunk. Ja. Szóval menjünk, táncoljunk egyet, valami jó zenét, gyorsan beindítok, aztán nyomjuk a danszet. Trambulinozhatunk is, gördeszkázhatunk is, focizhatunk is, és Norman megígérte, hogy csinál nekünk hamburgert. I know we're acting stupid, being dumb. Maybe just a little bit foolish, but I feel so young. Just go a little crazy and lose it. Vajátok, már csajok zenélnek, fúúú. Vajja, itt le, egy kicsit le. Ó, itt elég könnyen befér, majd a lépcsőn fogom menni, itt szarakodni. Na, akkor most jön nehéz. Gurítsad. De gyerünk! De beakad, hova? De beakad! Csináljunk! Vaj, a kicsit fektessük ide. Vaj, így, most. Kicsit erősebb, men határozottabb. Gurítsátok le és adjátok kívülről fel nekem. Talán elbírom. Na, óvatosan. Gyerünk. Megfogtam. Meg. Elfogom. Fogom. Gyertek föl. Okay, majdnem kirántott magával. Jó. Gyere, Krisz! Ki kell gyorsulnunk valahogy? Kifér! Á, de fordítsuk a kanyar! Valahogy fordítsátok rá! Kim van? Szép! Jöttök egy pacsit! Feljött az is. Hoppa, hogy megy a Dium Dishum zene? Single like go he rap. You thought it was a drop.
out, that's cap cap. I get the front and I get the back back. Lil Uzi the facts, like that's a rat rat. Bought some new boots just to wear them out. Bought a new Beamer, I run it to the ground. I used to say nothing, I bet they hear me now. Srácok, remélem, hogy jó ízű lesz, amit csináltam. Csütöttem kolbász, grillt, hamburgert, lehet simán választani, amit csak akartok, oké? Okay? Érezzétek jól magatokat. Köszönjük. Jó itt vagyok mindenkinek, de éget szóval vigyázzatok, oké? Okay? Azért fújjátok meg jól. Gyere, Máté, segítsd! Fogd meg, Máté, jól megy, akkor most átmászok. Gyere, felülről tolj! Tudod, hogy kell! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Mit csináltok? Hát, basszus! Eléggé gyengén löktük meg, kicsit határozatlanak voltunk, de lehet azért volt, már tettőn vagyunk, meg bennetek is ott volt az az érzés, mert bennem is tudjátok, amikor hát nem tudom, ez hogy fog elsülni, nem eljük meg ki, lehet, hogy ráesik a fejükre, látszik, hogy még csak most megyünk hatodikba, szóval még nem tanítanak nekünk fizikát, szóval még nem vagyunk belőle olyan jók. Na jó, ez nem sikerül, de most menjünk le fürdőgatyába, és fürdessük meg őket. Oké, locskáljuk szét a fejüket. I'm still fly, I'm still fly, let's go. It could all be yours, I could be a little like you. It could all be yours. Pills to make the man, but that poison's gonna kill you. Mondtam nekik, hogy nem fogom a bulit cenzurázni, nem fogok semmit csinálni. Apának azért ott kell legyen a kis szemecskéje, hogy éppen mi folyik itt a kis buliba. Ráadásul szól a zene, nem fogják hallani azt, hogy az apjuk itt szépen a drónnal lesekedik. Így, ügyesen beállítjuk, ha nehogy Isten itt a sötétbe eltévednék a drónnal. Lesz is a srácokat. Mit csinálnak? Éppen még kicsit állítgatok rajta. Ne. Nagyon jó. Még nem vettek észre, mert egyik arc sincs fölfele. Nagyon jó. Még közelebb lopózom. Kicsit lejjebb viszem. Mit csókolóznak? Nem. Mit csinálnak ezek? Miért? Mi van? Miért kérdezed? Belérted? Lányom az, vagy mi? Jó van, arrább mentek, szétszélettek, jó van. Jó van. Nehéz megítélni, hallod? Nagyon para. Nagyon para sötét a drónozni. Hát, megmondom őszintén, lehet, hogy meg se kellett volna nézzem, vagy nem tudom. Tehát ez egy ilyen elég fura szituáció volt most. Bemegyek, meglátom az ablakon keresztül, hogy mi folyik itt, mert óriási a buli, elkezdenek elfajulni a dolgok, úgyhogy ránézek a körmünkre.
Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és hogyha tetszett, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Mindenkinek nagyon kellemes vakációt kívánunk, legyetek sokat a szabadban, ne kockuljatok, ne vigyetek sokat a gépelőt. Szeretnénk egy bejelentést tenni, hogy most a jövő heti videó kimarad, mert mi is szeretnénk egy kicsit élvezni a vakációt. Vigyázzatok magatokra, fogadjatok szót a szüleiteknek, 2 hét múlva találkozunk. Sziasztok! But when you come home drunk, we'll have to 4 a.m. and pass out.